Valahol itt kell lennie a jelmezünknek. Hogy állunk a desszertekkel? Remek. Ma korábban zárunk a jelmezverseny miatt. Nem sokára megalázhatom Viktor Baxtert és a lányát Ravent. Rosszul mondtam a nevét, hogy idegesítsem. Hogy tudtam? Mi volt ez? Jamal, kérem a forrasztót. Előttük fogom karamellizálni. Így felszámolhatok plusz 8 dollárt. Okos, mi? Egyetlen patkányit, az a jelmeztolvaj Leonard. Még farkas! Jelmez. Vérfarkas jelmez. Nincs miért aggódni. Jamal, nem fogod elhinni, mit csináltam. Épp a tökéletes ruhát kerestem estére. Szóval belopakodtam, és elloptam a jelmezt. Belopakodni mások éttermébe? Ki csinál már ilyet? Szia, apa! Te meg miért suttogsz? Nem fontos. Raven! Mit akarsz? Meglett a jelmez, valaki odébb rakta. Már ez biztos? Itt van a kezemben. Képzeld el, mi lett volna, ha őrült mód belopakodsz a Hill Grillbe. Igen. Az tényleg rossz húzás lett volna. Nos, kösz, hogy hívtál, szia. A hatos asztalnál kiömlött a leves. Látta valaki a felmosót? Ez rossz omen. Tudom, hogy a felmosó a raktárban van. Csak arra voltam kíváncsi, hogy te is tudod-e. Oké? Lám, lám, lám. Nicsak ki van itt. A kedvenc dolgozom, Alfonso, és a remek vérfarkas jelmezek. Kösz a felmosót, pajtás! Alfonso, fel tudnál mosni a hatos asztalnál? Várjunk! Alfonso! Ki a másik Alfonso? Francos maszk és francos beakadt cipzár! Hello? Raven, hol vagy? Tűkön ülök, mindjárt kezdődik a verseny. Oké, figyelj, akadt egy kis gondom, amolyan benne a bárány, kint a farkas gond. Ha most itt lennél, nevetnél rajta. De ne aggódj, időben visszaérek. Jó, de siess, különben Leonard nyer. Bíz bennem, apa, Leonardnak nem terem papír. Oh, nincs valakinél egy olló. Valaki? Oh, vagy egy éles fogsor, az is jól jönne. Kellett nekem fogsort emlegetni?